A kezdetben jóindulatú találmányokat a sötétség mind megfordította. Az embereknek fogalmuk sincs az elméjük fölött uralkodó sötétségről. És akinek fogalma sincs az elméjén uralkodó sötétségről, azok mind áldozatává válnak. A felvilágosult és a megvilágosodott között hatalmas különbség van. A felvilágosodás korának nevezett időszak az emberi, szellemi megismerés elsötétítési törekvési volt, és nem a felvilágosításé. Megvilágosult, erőteljes szellemi élményt megélt egyén, aki felismerte a belső látásának a lehetőségeit, tisztánlátó, álomfejtő képességekkel bír. A megvilágosodás formája az is, amikor az egyén egy félrevezető filozófiát megért, átlát, és tisztán látja a látszat mögött meghúzódó szellemi valóságot, az igazságot. A látszat mögött meghúzódó szellemi valóságot, az igazságot. A lelki betegségek egyik fő oka a szellemi önvalónk tudatának teljes hiánya, amelyik lelket, a szellem irányítja, abban felragyog a fény. A lélek legnagyobb betegsége pedig az istentelenség. Számtalan lelki beteg ember él ma a Földön. Pszichológusok próbálják megoldani a lelki problémákat, a pszichoszomatikus problémákat. De mitől beteg a lélek? Szellemi öntudatlanságától, az istentelenségétől. Mert amit ma a templomokban tanítanak Istenről, annak nem sok köze van Istenhez. A tudománya, hogy istentelenné teszi az embereket, mert megkapta rá a jogot, a felhatalmazást, az emberek elveszítik saját szellemi öntudatukat. És az egész emberiség lelki betegségben él. A jó Isten adta az embereknek a tudatát, a létét, a szellemét. Nem kényszeríti az embereket semmire. Sohasem gyakorolt semmiféle befolyást az emberre. Mert a jó az mindig a szabadság szellemében működik. Ezzel szemben a sötét, a természetével rendelkező, megtévejedett szellemi lények, akik asztrál szellemekként maradtak itt a Földön. Rengeteg asztrál szellem él itt közöttünk. Rengeteg asztrál szellem rátapad egy-egy emberre, köldözik be házaikba, irodáikba. És mit sugall? A sötétséget. Folyamatosan igyekeznek negatív hatást kifejteni az emberekre. Akár akarja az ember, akár nem. Azok a jó emberek, akik egy belső eltérítő befolyásnak a hatására rosszat, csúfat, hamisat kezdenek el követni, maguk is észrevehetik, elveszítették az önállóságukat. Szellemben nem szabadok. Hozzájuk kötődött egy rossz akaratú szellem, egy befolyásoló entitás. Mindez lehet a kor sötét szellemtelensége is. Nem kell az, hogy hozzád egy szellem tapadjon, ha te a kor istentelen, szellemtelen tudatá szerint élsz, olyan, mint veled lenne egy szellem. Nem a saját szellemi életedet éled, hanem az övét. Független ember csak az lehet, aki saját belső motivációjából képes választani jó és rossz között. Megjegyzem, amikor választás előtt állunk,
Mindig tudjuk, hogy van jó és rossz. De nem mindig a jót választjuk. Nem vagyunk ártatlanok. Nagyon sok olyan ember létezik, akik még szellemileg öntudatlanok. Megszálló szellemmel élnek. Entitásokkal élnek. Rontás van rajtuk. Ezek az emberek nem szabadok. Az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor az ember az elmét befolyásoló entitások hatása alól meg tud szabadulni. Amikor az ember az elmét befolyásoló bolonyai rendszer alól ki tud bújni. Feltehetnénk a kérdést, harcoljunk akkor a sötétség ellen? Nagy tévedés lenne ezek alapján azt a következtetést levonni, hogy a befolyásoló entitások, illetve gonosz szellemekkel harcolnunk kell. Nem a rossz szellemeket kell legyőzni, nem a rossz szellemekkel kell harcolni. Abban kell segíteni az embertársainknak, hogy a szellemi befolyásolás hatását felismerjék. Ma az a feladatunk, hogy a tudomány tudatosságunkat egy olyan fogalmi kör magasságába emeljük, ahol az ártó szellemek és a gonosz létezését is fel tudjuk fogni. Ez a szellem dicsősége. Ha felismerjük a sötétséget, a sötétségnek az a tulajdonsága, hogy visszavonul. De az embereket nem hagyják lélegzethez jutni, hogy felismerjék a sötétséget. Fel kell, hogy ismertessük a szellemi lényünket valamennyi emberrel, hogy öntudatára tudjon mindenki ébredni. A szellemtudat az ember legfelsőbb mi voltával függ össze. Több ezer éve halványítják a szellemi létezésünk tudatosságát. Amikor Jézus úrunk elérkezett a földre, már mindenki aludt, mélyen aludt. Már nem voltak szellemi öntudatuknál. Jézus úrunk nem csak egy fantasztikus ember, nem csak egy fantasztikus lélek volt. Ő egy igazi szellemi vezető volt, aki megmutatta azt, hogy igenis közvetlen kapcsolatba lehet kerülni az Atyával. Beszélni lehet vele. És az ő információit, üzeneteit meg lehet osztani az emberekkel. Erre az útra hívlak benneteket.